Magyarország újra világhírű. Tele van velünk a világ sajtó, egész pontosan Tiborsz Istvánnal, a miniszterelnök vejével. Tudjátok, ő az, aki a saját lábán áll. Eddig is tudtuk, hogy lopnak, és eddig is tudtuk, hogy a szálak egészen a miniszterelnökig vezetnek, de most már papírunk is van róla, hiszen az Európai Csalás Elleni Hivatal megállapította, hogy az Elios ügyben számos önkormányzattal eleve egyeztetett módon írtak ki és végül is a magyar és az európai adófizetők jártak rosszul. Ebben a jelentésben az szerepel, hogy bűnszervezetben követték el ezeket a lapásokat. Tehát még egyszer mondom, bűnszervezetben a miniszterelnök veje. Itt tartunk most Magyarországon. Éppen ezért kezdeményeztük tegnap azt, hogy a Parlamenti Vizsgálóbizottság vizsgálja meg, hogy mi a miniszterelnök személyes felelőssége ebben a súlyos korrupciós botrányban, és kezdeményeztük újra már negyedjére, hogy Magyarországon is jöjjön létre egy antikorrupciós ügyészség, mert úgy tűnik, hogy Paul Péternek kiszúrta a szemét ez a korrupciós ügy, és már nem látja a korrupciót. Éppen ezért kell változás, április 8-án.